A legtöbben csak átutazók. Az ő céljuk csak az, hogy maradjanak egy-két hónapot, aztán továbbálljanak. Mások azzal a céllal jönnek, hogy hosszabb időre maradjanak. Néhányan meggondolják magukat, és mégse csinálják. De azért a végére sokan itt maradnak. Aminek a módja az, hogy önkéntesként érkeznek ide, vagy pedig szobát bérelnek, hogyha nincs kedvük önkénteskedni. És ha tetszik nekik, akkor területet vásárolnak. Ecuadorban járunk, az Amazonas esőerdőben. Itt Peter, Jason és a többiek a Fruit Haven nevű nagy önellátó közösségben élik az életüket. Gyere, utazunk! Szóval a következő hetekben ezt fogjuk figyelni. Mi tudjuk, hogyha meghal. De ha túléli, akkor új hajtásokat, rügyeket fog hozni, és elkezd majd nőni mindenfelé. És úgy, ahogy folyamatosan nő, levágjuk az ágakat, amivel az egész jól meg fog bokrosodni. Az én nevem Peter, és Amerika északkeleti részéről származok. Szóval, hogyan kezdődött ez az egész már, vagy 8 vagy 9 éve? Van egy weboldal az interneten, aminek az a neve, hogy 30banánnaponta.com. Én és egy csomó srác úgy gondoltuk ott, hogy jó lenne találni egy területet a trópusokban, és oda költözni. A legtöbben abból a csoportból végül nem teljesítették be a céljukat, de néhányan kitartottunk mellette. És aztán Jason azt mondta, hogy hey, megtaláltuk a tökéletes területet Ecuadorba. Én meg mondtam, hogy oké, és már indulok is. Szerencsére Peter nem volt egyedül ezzel a feladattal, mivel Jason már 2 éve Ecuadorban dolgozott, hogy megteremtse az alapokat a közösség létrehozásához. A nevem Jason. Minnesotából, az Egyesült Államokból származom. Ez egy radikális változás volt, amikor elkezdtem a növényeket és a természetet jobban tisztelni. Ez akkor történt, amikor életemben először marihuánát szívtam. Az elmém szinte felrobbant, amikor rájöttem, hogy ezek a növények élnek körülöttem. Hirtelen tudatosult bennem, hogy a Földön nem csak emberek élnek, hanem a természet is. Jason örömmel kezdett új életet itt a dzsungel közepén. Sose az volt a célunk, hogy itt abba hagyjuk. Mindig terjeszkedni, növekedni akartunk, és egyre nagyobbá formálni ezt a közösséget. Ezt a területet elneveztük Fruit Haven 1-nek. Rögtön a következő évben megvásároltuk a Fruit Haven 2-t, ezután évben pedig a Fruit Haven 3-at, és készen állunk továbbra is növekedni. Eleinte nehéz volt megtalálni a tökéletes területet a közösség számára, de amint megérkeztek Ecuador ezen varázslatos szegletébe, rögtön tudták, hogy végleg itt maradnak. Röviddel ezután egyre több földet vásároltak, ami több teret adott a közösségnek a növekedéshez. Így jött létre a Terra Frutis és a Fruit Haven közösség. Ez a két közösség összesen 330 hektáron terül el, és Ecuador délkeleti részén az Andok-hegység lábánál található. A nevem Boris. Fehér Oroszországban születtem, és még csecsemőként Izraelbe költöztünk a családommal, majd ott éltem 10 évet. Aztán Kanadába költöztem. Most itt vagyok, Ecuador délkeleti részén, szóval a dzsungel kezdeténél, ahol az Amazonas esőerdő kezdődik. Remek az itteni trópusi éghajlat, és emiatt rengeteg különleges gyümölcsöt tudunk itt termeszteni. Biztonságos továbbá a vulkánoktól és a hurikánoktól is. A terület nagyon jó adottságokkal rendelkezik, mivel mentes a természeti katasztrófáktól és háborúktól. Amikor először miénk lett a Fruit Haven 1-es terület, akkor igazából nem volt még itt semmi. Szóval 2 hónapon belül már ide is költöztem. Úgy voltam vele, hogy ezt most el kell kezdenünk megépíteni ezt a közösséget. Ehhez készítettem is egy websájtot, hogy onnan elérjek embereket, és minél több mindenkit próbáljak bevonzani, akár önkéntes, akár bármilyen más módon, hogy a közösségünkbe jöjjenek emberek. Az elején nem igazán volt ez egy nyers vegán közösség, hisz az ideutazók természetesen vegánként étkeztek, amíg itt
maradtak, de alapvetően nem igazán voltak vegánok, inkább utazók. Kezdetben a megfelelő létszám elérése érdekében sok önkéntest fogadtak be különböző nemzetközi programokból. Itt vagyok a Neveldében, ahol rengeteg palántát tartunk. Legtöbb palánta itt csak azért van, hogy abból hajtásokat metszve új palántákat készíthessünk. Ez például itt avokádó. Lássuk csak, mi van itt még. Ez egy kakaó variáns, és itt van például a jackfruit is. Boris és a többiek nyers vegánok. Fontos, hogy olyan gyümölcsöket és zöldségeket termesszenek, amelyek alkalmasak erre az étrendre, és ebben a klímában is jól teremnek. Több ritka banántípusunk is van, amik maguktól itt sohasem voltak őshonosok. Például a jégkrémbanán, ami Hawaii-ról származik, vagy az Orinoco, ami Venezuelában őshonos. Akik idejönnek, azoknak a legtöbbje izgatott. Van, aki csak kíváncsi, hogy hogyan élünk itt. Vannak, akik csak szeretnék kipróbálni az itteni életformát, vagy visszamennek a hétköznapi életükhöz. Van, aki tovább megy egy hasonló helyre, és tovább viszi azt a tudást, amit itt szerzett. Persze azt is érdekes látni, amikor inspirálja őket a hely, és végül földet vásárolnak, hogy itt maradhassanak örökre. Boris nagyon elkötelezett tagja a közösségnek, de nincs ezzel egyedül. Az életem elég zűrös volt ezelőtt. Minnesotában egy kisvárosban éltem. Mindenhol körülvett minket a kukorica és a szójabab. Nem ez volt a legnehezebb része az egészben, hanem egy drogkultúrában felnőni, amiben a legtöbb amerikai él. Egy bűnöző, egy drogos, aki másokat átver, ez volt a valóság számomra, és a barátaim számára is. Az Egyesült Államokban óriási a kábítószer használat, és a statisztikák azt mutatják, hogy népszerűségük egyre csak nő. Ez részben azért van, mert az Egyesült Államokban nagyon könnyű hozzáférni a drogokhoz. Mindenki, akit ismertem, dohányzott, alkoholt fogyasztott, vagy keményebb drogokhoz nyúlt. Sajnos ez a szomorú valóság, és most is élnek így emberek. Ez azért rossz, mert a minket körülvevő világ teljesen más. Fontos, hogy nyitottak legyünk a világra, mert még sok újat tanulhatunk az életről. Lehetséges megtalálni a boldogságot itt, az ecuadori dzsungelben? Igen, megtaláltam a boldogságot, amit nem tudom, hogy tudnék megfogalmazni. Ez egy teljesen megfoghatatlan érzés. Ha napos az idő, akkor jó kedvem van. Főleg, ha a munkával is jól haladtam, és tudtam egyet úszni a vízesésnél. Igen, ha ezeket összevetjük, akkor elég könnyű boldognak lenni. Jason 2 évig utazott, és kimerítette megtakarításait, hogy megfelelő területet találjon a közösség számára. Jason jó barátja és mentora, Jay, megvásárolta az első földterületet, amely a Terra Frutis nevet kapta. Gyakorlatilag összespóroltam 40 ezer dollárt abból, hogy hüvet árultam. Jó sokáig kerestük azt a területet, ahol megfelelő az éghajlat. Amikor Jason a területet kereste, rengeteg kritérium volt a listán, és ezeknek ez a hely mind megfelelt. Jason kutatásainak köszönhetően a közösséget olyan területen alapították, amely mindenki igényeit kielégíti. Egy év keresés után megtaláltuk azt a területet, ami elég napos és csapadékos. Először is a terület tökéletes arra, hogy szupertrópusi növényeket termesz, de nem olyan nagyon meleg, hogy ne tudj itt megélni. Eléggé csapadékos ahhoz a környezet, hogy ne kelljen növényöntöztető rendszereket telepítened ahhoz, hogy a gyümölcsfáid ne haljanak meg. Ugyanakkor nem monszun éghajlat van, azaz nem olyan csapadékos a terület, hogy minden szétmosson az eső. Igazából csak szerencsések vagyunk, hogy egy olyan területet találtunk, ami kint van a semmi közepén, mégis teljesen ideális az életmódunkhoz. Nagyon jó itt.
Annak ellenére, hogy Ecuador fejlődő ország, nem jellemző a politikai instabilitás, és a bűnözési ráta is nagyon alacsony az országban. Ecuador három területre oszlik. Van a tengerpart, van az Andok, és ahol mi vagyunk, a dzsungelhez közeli Amazonasi rész. A terület elég dombos, hisz ezek a hatalmas hegyek egyenesen húzódnak az Andok irányába. Ennél fogva egy nagyon különleges területről beszélhetünk, ami igazán egyedi adottságokkal rendelkezik. Az időjárás is nagyon jó, a hőmérséklet nem ingadozik, nincsen túl meleg, és sohasincs túl hideg, folyamatosan állandó, így könnyen be lehet rá rendezkedni. Ami azt illeti, a természeti katasztrófáktól is rendkívül jól meg vagyunk itt védve. Nincs a közelben vulkán, nem szokott földrengés történni, hurrikánok, cunamik nem érintenek minket, ugyanis messze vagyunk a parttól. Máshol Ecuadorban vannak efféle problémák, de itt szerencsére pont nincs. Mindenki, akivel beszéltünk, azt mondja, hogy az élet itt kiváló. Felmerül a kérdés, érdemes-e elhagyni a városi életet és az Amazonas szélére költözni? Itt más sors vár rájuk? Egy szebb jövő? Talán ugyanazokkal a problémákkal küzdenek meg ők is, csak a hozzáállásuk más. Néhányan kitaláltuk, hogy jó lenne saját területtel rendelkezni. Így egy kicsit jobban befolyásoljuk, hogy kik vannak itt. Így ha valakivel probléma van, könnyedén el tudjuk küldeni. Néhány ide látogató önkéntes azt mondja, hogy ez a legkeményebb munka, amit valaha is csinált. Ilyenkor azt mondom, tényleg? Pedig próbáltuk könnyűvé tenni az első napot számodra. Pont, hogy nem kellett volna nehéznek lennie, hisz mi mindenben segítettünk. Bármennyire is könnyűnek tűnik, hogy csak napi 4 órát kell dolgozni, néhány önkéntes ezt nehéznek találja. Az elmúlt években 800 ember látogatott el a Terra Fruitis és a Fruit Havenbe. Számtalanszor volt, hogy az idejövő önkéntesek a kérdőívükbe azt írták, hogy örökké itt maradnának. Ide jönnek, és izgatottak, és azt hiszik, hogy minden tökéletesen fog működni. Aztán rájönnek, hogy néhány dolog jóval nehezebb, mint ahogy azt ők elképzelték. Mindenkinek teljesen más dolgokból áll össze, hogy mi a célja, és mit is szeretne csinálni. Például itt van Peter, akit elég régóta ismerek, és sok közös van bennünk. Például annak kapcsán, hogy miért csináljuk ezt az egészet. Az a hosszú távú tervünk, hogy visszaadjunk egy kicsit a természetnek, ezzel egy kicsit segítve a Földnek. Arról nem is beszélve, hogy a helyiekkel is új gyümölcsöket ismertetünk meg. Megmutatjuk a világnak, hogy van egy könnyű és szórakoztató módja ennek az egésznek. A permakultúra lényege nagyon izgalmas. Ezt a következő generáció számára tesszük. Ez magában foglalja a tervezési elvek összességét, amelyek a teljes rendszer gondolkodásából származnak.